Miután én zenész vagyok, szerettem volna a zene nyelvén egy új mesét létrehozni, viszont ehhez szükségem volt egy felvételre, amelyiken az összes ma, mind a 100 magyar népmesét valaki felolvassa. Hombol, Rengő, Azt vettem észre, hogy a magyar népmesék belső szerkezete nagyon hasonlít egymáshoz. Tehát azonos a dramaturgiája. Azonos módon kezdődik, aztán fejlődik, és a lezárása is. Molnár Piroskával fölvettük mind a 100 mesét. Én ezzel a felvétellel elmentem Kölnbe, az ottani rádió elektronikus zenei stúdiójába, és 3 hónap alatt csináltam egy olyan művet, amelyik lényegében a magyar felvételekből összeállít egy újabb mesét, a 101. mesét, ami prózából végül is zenévé válik. Amikor hangdom létrejött a gondolat, létrejött, hogy itt is kellene csinálni ilyet, ugye Magyarországon ilyen nincs is, de a világon is még kevés hangdom van viszonylag. Tehát, hogy ezt használjuk ki edukációs célra is, hogy jöjjenek be fiatal művészek, és együtt, egy műhelyként hozzanak létre projekteket. Hát Ötvös Péter zenéje viszonylag narratív, tehát azt sokat tanulmányoztuk, hallgattuk, értelmeztük, és ennek a mesés vonalnak próbáltam én is egy ágazatát így megtalálni, és absztrahálni valamilyen szinten, és ebből így elmesélni az én olvasatomat Ötvös Péter mesének. Nekem egyből a gyerekkori kreativitás és festés jutott eszembe, és ezért analóg technikával kezdtem el dolgozni, úgyhogy fehér papírra festettem fekete festékkel elemeket, majd ezeket beszkenneltem, és ezeket animáltam meg, és ezek kelnek életre, és olyan szempontból illeszkedik szerintem a darabhoz, hogy viszonylag kevés elemből áll össze, és ezek rétegződéséből és interakciójából állnak össze a bonyolultabb kompozíciók is. Azt reméljük, hogy aki bejön nyitott füllel, nyitott szemmel, tehát fogja tudni, hogy itt most egy kísérleti dolgot hall, de hogy az emberek csodálkozzanak rá, hogy hát ez a hangok világa, ez egy sokkal szélesebb birodalom, mint amit mi eddig gondoltunk. Tehát ez nem csak a zongora billentyűit, vagy a hegedűnek a 4 húrját jelenti, vagy a hárfának a 47 húrját, hanem itt egyes hangnak is megvan a maga térképe. Én ezeket a műveket, és az ott erre adom tökéletes példa, képzőművészeti alkotásoknak tartom, és ez egy olyan összművészeti alkotás lett végül is, ahol egy 55 éve született, mondhatom azt, hogy a világ egyik legfontosabb elektronikus zenei darabjára elkészült 5 fiatalnak a műve, ami tökéletesen illeszkedik magához a műhöz, miközben 5 teljesen más világot képvisel. Ma délután láttam 5 olyan gyönyörű munkát, amit fiatal képzőművészek csináltak, amelyik mindegyik a maga módján az én 101. mesémre létrehozott egy önálló képvilágot, amelyik valamilyen módon kapcsolódik a meséhez, de szerencsére nem egy az egybe, tehát nem illusztrálja ezeket a meséket, hanem az önálló képi világát hozza. Nagyon köszönöm ennek a lehetőségét. Add us.